Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. Ebben a videóban egy német készülékkel fogunk megismerkedni, illetve egy kazánnal. Van egy szép emlékű Typhoon GT, aminek immáron kint van a piacon a második generációja. Összehasonlítjuk az elsővel, hogy mik a különbségek, mik a hasonlóságok, és még él bennem elég intenzíven a Typhoon 4-nek a tesztje, az élménye, úgyhogy emlékezetből azzal is össze fogom hasonlítani, és megpróbálom kimondani egy végső nagy konklúziót, hogy kinek mit lehet érdemes megvenni, attól függően, hogy mik a preferenciái, gőz, íz, pH, és megfejtjük az élet értelmét. Essünk neki! Nézzük akkor a doboz tartalmát. Felnyitjuk, ez a szokásos Typhoon doboz, amiben mostanában mindent pakolnak készüléktől a kazánig. Itt fönt található a eredetiséget igazoló kártya, amit a typhoonchek.com oldalon le tudunk ellenőrizni. Van benne egy nagy csomó ógyűrű és egy szilikon cső, ezt majd később megnézzük, hogy mire jó. És itt van maga a kazán. Szedjük szét darabjaira, és hasonlítsuk össze a elődjével, és akkor így teszem, hogy itt az előd, itt pedig a GT2, megnézzük, hogy mi a különbség a kettő között. Először is szabadítsuk meg a drip tiptől. A tanktól, a kazánrésztől, illetve először a kazánsapkától. Kazán. Kazánrész. Báziselemnél pedig itt alul a gyűrű. És maga a báziselem. Ez volna az új. Nézzük meg a régit. Drip. Ezt nem kell összehasonlítgatni, hiszen az irreleváns. Tank. Ezt ide külön teszem. Ezeket meg akkor ide. Ezt külön szedem szét, mert így egyszerűbb. És a bázis. Hasonlítsuk össze akkor a régit az újjal. Nézzük meg, hogy méretben, kidolgozásban és alkatrész számban mi a különbség a kettő között. Haladjunk mondjuk lentről fölfelé, és nézzük először a bázis elemet. Ahhoz én egy picit állítok a fókuszon. Itt a GT2, és itt a sima GT. Ahogy látjuk, méretben lefelé egy picit megnőtt, alulról ugyanúgy néz ki 5-10 csatival, és a réginél láthatunk
egy darab levegőlyukat, az újnál pedig itt látunk 5 lukat, és a másik oldalon is 5 lukat. Tovább haladunk fölfelé, látjuk, hogy ez a menetes rész, ez ugyanaz mind a kettőnél itt, illetve a maga a kazán rész is ugyanúgy néz ki, de azt már látjuk oldalról is, hogy a levegőcső az lényegesen nagyobb az új verziónál. Megnézzük szemből, az egyikbe szinte egy gyermek csecsemőt is bele tudunk ejteni, a másik az ugye nekem a szabvány, amivel gyárilag jön hozzá, az 1,2 mm-es. Nézzünk egy tolómérőt, mérjük meg, hogy mekkora ez a levegő lyuk. Majdnem 3 mm, akár a tolómérő hibája is lehet egyébként ez. Ha most megnézem ezeket a kis pici lukakat, igen, akkor azokon is látszik, hogy 0,95 mm egy lyuk. A régivel ellentétben, ahol itt ez egy picit nagyobb volt, 1,7 mm. A tolómérőt még elteszem, mert szükség lesz rá a későbbiekben. Tehát akkor a kazán téren, illetve a bázis elemen ennyit látunk, illetve hogy itt van az új elemnél alul a Typhoon GT2 felirat, és vele ellentétes oldalon pedig ott van a sorszám, amit kicsit megtörlök. Itt van tehát ez a 736-os sorszám. Ilyen a régi bázis elemnél nincsen sehol sorszám. Ez csak maga a test, ugye ott a tankpalást, bocsánat, a kazánpaláston volt. De hogyha már a kazánpalástról beszélünk, akkor nézzük meg, hogy itt mi a különbség a kettő között. Bal oldalon az új, jobb oldalon a régi. Amit látunk, hogy a réginél itt van a Typhoon GT felirat, és itt volt a sorszám, az újnál ez eltűnt, nincsen rajta sehol sorszám, és azt láthatjuk, hogy maga a vájat is oldalt mélyebb lett, illetve maga a palást is hosszabb lett egy picivel. Mérjük meg ezt is. Megnézzük először a régit. mm. Az új pedig a réginél durván 1,5 mm-rel hosszabb lett. A vájatot azt nem mérjük meg, az mindenkinek látható szabad szemmel is, hogy lényegesen hosszabb a vájat. Erre rá fogunk jönni, hogy miért ez, illetve annyit láthatunk, hogy az újnál itt bal oldalon a menet az nem a tetejénél kezdődik, mint itt a réginél, hanem egy picivel lejjebb. Ennyi összesen a különbség a kettő között. Nézzük tovább. A kazán lezáró elemét, ha nézzük, ez belülről ugyanúgy néz ki. Kívülről annyit láthatunk, hogy itt is. Itt kapott egy ilyen kis bordás részt az új, és az ógyűrűt úgy látjuk, minthogyha lejjebb került volna. Igen, és itt van egy kis vál még az ógyűrű fölött, és utána egy hosszabb menettel találkozhatunk, mint a réginél. Ha így a kettőt egymáshoz rakjuk, akkor méretben passzolhatna is, de ha ezt a részt nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt nagyobb mozgástere van a menetes résznek, hisz itt legalább három egész menetet össze tudunk számolni a régivel ellentétben, és ugye ez a bordás, ez nagyon tetszetős, egyszerűbb lesz tekergetni, mint a régit. Következő a tankpalást. Jobb oldalon a régi, bal oldalon az új. Méretre, ahogy nézzük, ez teljesen ugyanaz. Fölülről is ugyanúgy néznek ki. Ha belenézünk,
ugyanúgy látjuk a levegőcsövet, szedjük szét a régit. Itt látjuk ezt az összepréselt palástot, ugye lent egy makrolon, fönt a fém, és azt láthatjuk, hogy itt a tömítés egész, itt lent van egy vastag ógyűrű, és utána jön a menetes rész. Ezt még nem teszem teljesen félre, megnézzük az újnál ez hogy néz ki. Nos, itt talán jobban látszik a különbség. Az ógyűrű az átköltözött, és egy kicsit vékonyabb verzió lett itt a felső részre, közvetlenül a lezáró elem végére, és nem itt fönt van a bordázott résznél. Ezt mindjárt meglátjuk, hogy miért is van ez. Nos, azért, mert hogy ez a tank is, itt már egy picit meg is mozdult, ez kettő részből áll. Itt van egy belső. Azt mondanám, hogy üveg, de igazából nem tudom egészen bizonyossággal megállapítani, hogy üvege vagy sem. Ez egy ilyen homokfúvott kinézetű külső palást, és itt van az új tankelem, amit ha így belülről megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy ott az alján is körbe-körbe egy ógyűrű található. Ez fogja leszigetelni lent, és ezért került az ógyűrű ide át, mert ez fogja itt fönt szigetelni, és hozzányomni a belső üveg vagy makrolon palásthoz. Itt, ha tekerem vissza, szépen látszik, hogy tolja a helyére a belső palástot. Egyébként kinézetre teljesen ugyanolyan, mint az előző verzió, hát akármelyik oldalt nézhetem, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy szereltük össze. Úgyhogy ennyi az összes különbség, és ami még egy fontos elem, a drip tippet azt most hagyom, hiszen az egyéni referencia kérdése, az ugye annyit láthatunk, hogy itt lent van egy plusz ógyűrű, és itt vannak fönt a levegővájatok, és elnyeri az értelmét ez a kis pici gyűrű, amit hogyha egyszerűen mindenféle menet és tekergetés nélkül rápattintunk, akkor tudjuk kedvünk szerint állítani a levegőzést. Én arra jöttem rá, hogy a hátsót jobban szeretem, tehát itt a sorszámozott felirat alatt beállítom ide, hogy tele az összes nyitva legyen. Amit megfigyelhetünk, hogy ugye látjuk, hogy itt mind a két oldalon körülbelül ugyanannyi rész van, hát ha most úgy betekerném a kamera alatt, nem látom, betekerném úgy, hogy most pont ugyanannyi van, igen, átfordítjuk, és azt látjuk, hogy itt bizony nem ezt látjuk, mert ezen az oldalon itt van egy nagyobb rés. Na ez azért van, mert ezt bizony tudjuk szimmetrikusan és aszimmetrikusan állítani. Elmagyarázom, hogy hogyan. Hogyha jobbról mondjuk így elzárom, ez is el van zárva. Azt most ne feszegessük, hogy mennyire van légrés vagy nincs, ezt nem tudom így kipróbálni kézben. Itt jobbról egyet nyitok. Látszik is, egy luk van. A bal oldalon is egy luk lesz, illetve a másik oldalon, inkább úgy fogalmazok, és akkor így két levegő nyílásunk van. Ha itt nyitok kettőt, akkor a másik oldalon is lesz kettő levegő nyílásom, az már négy. Ha itt nyitok hármat, próbáljuk kitalálni, mennyi lesz a másik oldalon, ott is három, összesen hat. Ha nyitok négyet, akkor itt is lesz négy, az öt az meg természetesen magától adódik. Kezdjük a másik irányból.
Balról. Egyet nyitottam. A másik oldalon kettő van nyitva. Így van három. Ha nyitok még egyet, itt kettő, a másik oldalon kell lennie ezek szerint háromnak, az összesen öt. Nézzük tovább, ha itt van három, a másik oldalon kell lenni négynek. Jól sejtettük, az összesen hét. Ha itt kinyitok négyet, másik oldal öt, akkor az már kilenc. Tehát gyakorlatilag ezen az, ha innen kezdünk közelíteni, akkor 1, 3, 5, 7, 9, és a vége ugye a teli a 10. Ha a másik irányból közelítünk, akkor pedig 2, 4, 6, 8 és 10. Mindenki meg fogja találni azt, ami neki a legjobb. Nem kell azzal szórakozni, hogy egy és felet nyitok ki. Egyszerűen páros vagy páratlan, itt ezzel el tud szórakozni. Az, hogy ez a rész hol van, hogy itt vagy itt, teljesen mindegy, a másik oldalon van az aszimmetrikus rés. Megpróbálom megmutatni test nélkül. Ez az oldal ekkora, a másik nagyobb, de ezt meg is mérjük akkor. Az egyik oldal, és ez most csak tényleg ilyen körülbelüli mérés, csak hogy érezzük a nagyságrendet. Mondjuk ez legyen 7,9, legyen 8, másik oldal pedig, bocsánat, másik oldal pedig 9, tehát pont egy résnyivel nagyobb. Ezt a részét megismertük a kazánnak, vissza is tehetjük. Egyébként nagyon könnyen felhelyezhető, levehető takarításnál ez pozitív. Nagyon szereljük össze, tekerjünk bele egy tetszőleges tekerést, és nézzük meg akkor, hogy működik. Én ehhez segítségül hívom ezt a kis zsebben is elférő szerelőegységet, és rátekerem a bázisra. Semmit nem mutat, aminek mi nagyon örülünk, és fogok egy másik kis segédeszközt, a tekerő eszközt, és kikeresek belőle egy ezekből a kis rudakból. Én most úgy döntöttem, hogy ezt a 2-4-est választom ki szerintem, mármint hogyha ez a 2-4-es. Igen. És ide beleejtem. Úgy, né? Fogom a húzalt, azt félreteszem ide a ez egy 0,32-es nikrom húzal. Fogom szépen, és tekerek rá mondjuk 10-et. 1. Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Picit tovább, és visszarúgja magát. Lecsípem.
Így néz ki a tekerés. Mindjárt megigazítjuk. Ahhoz ezt kiveszem. Egy picit itt összetoljuk. Többit pedig majd a kazánban. Ahhoz először rárakjuk a kazánpalástot, és le is nyomom az aljára. Elfordítom, hogy nekem jó legyen, és így fogom betenni a tekerést keresztbe. Na nézzük. Egyik. Bocsánat, nehéz így, hogy inkább ezt lerakom. És ezt meghúzom, de nem húzom meg teljesen. Úgy, másik oldalt is. Így néz ki a tekerés most. Tekerés, ezen még egy picit mindjárt igazítunk, alakítunk. Úgyhogy lehetőleg én is lássak valamit. Bocsánat, egy picit kiveszem. Nos, tehát ha ez így megvan, akkor lecsípjük a két végét a lábainak. Egyik, másik, itt a kész tekerés, ezt mindjárt egy picit összenyomjuk természetesen, aminek 1,32 ohm az ellenállása. Nincs más dolgunk, mint fogni egy megfelelő teljesítményű készüléket, és megnézni, hogy ízzik. Fogom és egy picit összenyúlom. Nézzük meg a tekerésünket. Szépen izzik. Jó helyen van. Le is veszem addig a készülékről, amíg húzok bele vattát, illetve cellukottont.
úgy, fogok egy darabot, levágtam egy körülbelül ekkora kis kukacot, amit én most körülbelül félbetéptem. Még egy picit leveszek belőle. Körülbelül a kukacnak a, hát most azt mondom, hogy az egy harmada felénél egy picit kevesebb. Meghúzom. Picit itt ellen tartok a csipesszel. Na, most jó lesz. Úgy. Blacky bemutatta a videójában, hogy milyen a... Ha kitömjük a kazánteret, én egy másikat mutatok most, amikor kivezetjük a két végére. Fölhúzzuk a kazánpalástot ütközésig, úgy, és szépen elrendezzük a vájatokba. Így néz ki. Adok neki egy kis likvidet, de előtte fölhelyezem a készülékre úgy né elveszem a így néz ki tehát a tekerésünk. Megdentvesítem, de ehhez egy picit ki kell vennem a fókuszból. Ide is. Veszem, megnézem egy pillanat. Jó, ez így jó lesz. Hol a fókusz? Itt van. Nézzük meg, ízítsunk rá. Ez most 17 watton van. Kijelentem, hogy működik. Tekerjük rá a kazánpalástot. És most fogja elnyerni értelmét ez a kis különbség. Amint látjuk, kicsit fordítva tekerem, hogy megtalálja. Igen, elkapta, és itt már fogja. Egy fél menet sincs bent, teljesen ki van nyitva, akár ezt szűkíthetném is tovább, de nekem ez így most pont tökéletes lesz. Más sem csinálok, csak levágom a felesleges réjont. Így. Ennyi maradt rajta a végén. Rövidebbre is lehet, hogyha valakinek
úgy van hozzá a kedve. És akkor a Typhoonnál már megszokott, illetve a GT-nél megszokott töltési mechanizmus, kazánpalást és a tankpalás közti részt fogjuk itt megtölteni. Figyelve, hogy a levegőcső az ne teljen, hogy ne legyen benne leves, így szépen fejjel lefelé vele. Ráhelyezzük a drip tipjét, és meg is van töltve ott a bubia, hogy éppen mászkál a palástban. Nézzük meg akkor távolról, és mondjuk ki rá a végső szót. Amint láthattátok az előbb, igazán nagy különbség nincs a GT1-hez képest. Pont egy olyan aprónak azért nem nevezném, ráncfelvarráson esett át a GT kazán, amire szükség volt, pláne annak ismeretében, hogy a Kaifu 4 is meglépett egy igen nagy lépést a kazánfejlesztés tekintetében. Nem bírom, ki kell próbálni. 14 watton használom most, és 1,4 ohm lett az ellenállása. Na nézzük akkor, hogy mit pirít, csak itt a sok nyomkodásban lelokkoltam. Úgy, most jó lesz. És ez csak 14 watt volt, szerintem még egy picit lehet följebb menni, legyen 15 fél. És még mindig úgy érzem, hogy vannak benne lehetőségek, legyen 17, ahol az előbb izzítottam. Mindenki döntse el maga, hogy az, amit most lát, az jó vagy sem. A picit azok kedvéért, akik nem ezt az egyből tüdőzős technikát használják, próbáljuk ki mondjuk 3 levegőlyukkal. Vagy lehet, hogy egy picivel több is lehet, akkor legyen 4, ezt is megtanultuk, hogy tudjuk ezt használni ide-oda. Ki leszek tiltva. A lakásból. Visszarakom. Így tudom a legjobban összehasonlítani a Kaifu 4-gyel. Föld hívja Marsot. Jó, picit abba hagyom, utáltok. Na, az íze, a referencia málnát figyelembe véve,
És ugyanezt a tekerést, direkt ugyanezt a tekerést használtam egyébként a régi GT-ben is párhuzamosan egy hétig, másfél hétig durván. Az ízében akkora nagy különbség nem volt, az lehet bármi miatt egy picit szorosabb volt a vatta, picit máshogy kellett ugye azt szívni, mert azt nem lehetett egyből a nagy levegőjük miatt tüdőre rántani. Viszont az íze egy picit jobb. A levegő állítása zseniális. Nekem is van olyan, hogy kimegyek, bejövök, kimegyek, bejövök. És hogyha egy picit, de csak egy picit érezném, hogy most, mintha égett íze lenne, vagy befogom ezt a két rést, és szívok egy üreset, vagy szívok olyan analógos érzésűt, mondjuk két-három lukkal, két-három slukkot, és az helyre rántja az erőt. Vagy egyszerűen szétszedem, és az állítható kazánpalástal egy picit állítok, de menet közben erre nekem még igazából szükségem nem volt. Amit a közelében nem mutattam, az a kiskészletben a szilikon gyűrű. Azért nem mutattam, mert nem használtam. Ha valaki mindenképpen az analógus érzésre vágyik, akkor előveheti ezt a szilikon gyűrűt, és szűkíthet vele. Vagy ha még inkább analógus érzésre vágyik, akkor fogja a Favorit Shopban is ugye már a GT-hez már régebb óta rendelhető kis levegőcsöveket, és 1 millis, 1-2-es, 1-5-ös, bármelyikre még belerakja a szilikoncsőbe, és azzal még inkább a régi GT-hez hasonlatossá teszi a levegő áramlási nehézséget, illetve az érzést a szívási élménynek. Nem használtam, élvezem, hogy ekkora lyuk van, amin áramolhat a levegő. Az pozitív, hogy rengeteg lyuk van rajta, és a belső átmérője a lyuknak, ami a tekerésre megy rá, az hatalmas. Tehát egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon állandó mennyiségű levegő nagyon szépen egyszerre támadja meg a tekerésünket, hiszen nagy, egyenletes, homogén, nem az, hogy egy pici részen fújjuk, szívjuk rá a tekerés közepére, vagy a közepétől jobbra-balra egy picit, hanem tényleg az egész tekerést meg tudja támadni a levegő. Amit Blacky mutatott a videójában, hogy ki puffereli a kazánteret, az is jó megoldás tekerés szempontjából. Én azért használtam így, mert az előző GT is így volt megtekerve, illetve ez az, amit olyan szempontból én jobban szeretek, hogy akár még egy ízcserét is nagyon könnyen meg tudunk ejteni, kifogy az egyik tank, rátöltünk egy másik ízt, és gyakorlatilag ami abban a vékony kis kukacban van, az pillanatok alatt átmegy az az íz az új ízbe, úgyhogy nincsen ilyen probléma vele, nem kell vattát cserélni, illetve, hogyha mondjuk újra tekerjük a vattakukacunkat, kicseréljük, mert elhasználódott, akkor nem egy 6-7 centis darabot átidatva likviddel dobunk ki, hanem tényleg csak ezt a kis másfél centis darabot, amit aztán akár még százra is lehet szívni, hiszen azt, és erre figyeljetek oda, azt nagyon könnyű megtenni ezzel a készülékkel. Többször volt az, hogy pont emiatt az opálos csillogása miatt ennek a belső átlátszó palásnak. Nem mindig néztem, hogy áll a likvidem, és szívtam, valami nem stimmel, ránézek, és csont szárazra szívtam. A szívási élményt természetesen nagyban segítik ezek az új fajta drippek, amiket
kidobott a Smoker Store, mondjuk az előző széria, ugye még amit a Scarabeus-szal egy időben dobtak ki a torzó, fazonra ugyanez, csak ez az alsó recézett rész, ami kidolgozásban passzol a GT2-nek az alsó-felső recézésével, az ott egy színes gyűrű, de a belső átmérője mindegyiknek megnőtt az új drippeknek, tehát nagyobb, mint az előző, akár a long, akár a rövid GT dripnek a belső átmérője. Annyit lehet még tudni róla, hogy ez az alapkiépítés. Hogyha azt szeretnénk, hogy nagyobb magra tekerjünk, viszont ugye akkor valamit le kéne vágni a vattánkból, hogy ne szorítsuk el a kazán palástnak a nútjában, akkor a későbbiekben, ez gyakorlatilag egy pár hét, meg lehet majd vásárolni a szélesebb verzióját a kazánpalásnak. Gyakorlatilag csak annyi lesz a különbség, hogy a mostani bemetszés egy picit szélesebb lesz. Szélesebb lesz ez az U alak, amibe bele tudjuk rakni, akár az üvegszálunkat, akár a vattánkat ki tudjuk vezetni. Ezáltal még nagyobb likvid ellátást tudunk biztosítani a tekerésnek. Nagyon várom. Szerintem még egy picit, még ezt is följebb veszem. Legyen 17,6 watt, ez jelen pillanatban 5 volt. Ezzel a tekeréssel még följebb, legyen 18, legyen 18, 3, mert az olyan szép kerek szám. És még mindig nem tudom égésre bírni. Legyen 19, kínozzuk meg szegényt, hátha. Semmi. Arra viszont készüljünk föl, hogy hát sajnos így, aha, megindult a bubi. Azt nem látjuk sajnos így, mert olyan a külső palást, hogy korlátozottan láthatjuk, hogy mennyire fogy a likvid. De a tapasztalat azt mondatja velem, hogy nagyon. A nagyon az pedig azt jelenti, hogy összesen tudjuk a GT-vel, az előző szériával hasonlítani. Tegyük pariba, és akkor egy következő fejezetéhez érkezünk az összehasonlításnak. Tegyük pariba mondjuk a Kaifun 4-gyel. Az is baromi sokat eszik. Ez is. A napi 4-5-6, de inkább az 5-6 tank minden további nélkül véghez vihető vele. Nekem volt olyan napom, amikor megnéztem direkt, és délben kezdtem el szívni. Kicsivel több, mint másfél óra alatt eldurrantottam egy tanknyi levest vele. Nem üvegszálig, vagy nem vattáig, nem a vatta alá egy kicsivel, hanem csontszárazra. watt. De hogy kicsit érthetőbb legyen, 1,4 ohm és 5,1 volt, 5,2 volt. Ez az a rész, még egy picit tudnék följebb menni, de ez az a rész, amikor kicsit azt érzi az ember, hogy szárítja a garatot, mikor kicsit üt. Hármas levessel szívom, tehát nincsen durulás hatossal, hogy kikapcsolásig fuldokolva
a kameráért nyúljak. Szerintem ezzel teljesen vállalható, ezzel az erősséggel mondom, tehát 0,32-es nikróm húzal, 2,4 mm-es magátmérő, és teljesen kinyitott levegőlyukakkal. Most, mivel a kamera sikeresen leállt, ezért az utolsó negyed órát újra vesszük. Menjünk le zenbe, hát ha megnyugtat bennünket. Ilyen az, amikor kiürítjük a tüdőnket, és oda szívjuk fel a finom illatú zamatos likvidet. Még egyszer. Fincsi. Fincsi, fincsi. No, akkor amit az előbb említettem egy pár perccel ezelőtt, fazonra összehasonlítottuk a sima GT-vel, az első generációssal. Most hasonlítsuk össze a Kaifun 4-gyel. Itt él a tudatomban benne, hogy milyen volt, nemrég volt, jó volt. Na de, fogyasztás. Mind a kettő egy V8-as amerikai izomautó. Mind a kettő sokat eszik 100 kilométeren. Ízre egy bolha fingnyival nekem a GT2 jobban bejött. TH-ra egy picit a Kaifun jobb volt. Gőzmennyiségre a Kaifun egy picit több. Mégis azt mondom, hogy ha van egy képzeletbeli dobogónk, akkor a harmadik helyre rakjuk rá a GT-t, az egyest. A második helyre helyezzük el a Kaifun 4-est, és mindjárt elmondom, hogy miért került nálam a dobogó legfelső fokára a Typhoon GT2. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, egy picit menjünk bele, hogy mit és hogyan állítunk ezen és azon. A Typhoon 4-en ugye a tank elfordításával állítgatjuk a likvidellátásunkat. Az nagyon egyszerű. A levegőellátásunkat a középső csavar kitekerésével és manuálisan, hogy próbáljuk szívni, úgy tudjuk állítani bent egy kis csavarral. Ha azt egy picit jobban kitekerjük, az kiesik, szedhetjük szét az egészet. A GT2-nél állítom a levegőmennyiséget, és hogyha a tankot letekerem, akkor a kazánpaláston állíthatom a likvidellátottságot. Tehát nálam azért került a dobogó első helyére, mert borzasztó egyszerű a beállítása. Én, hogyha megfogadtok egy tanácsot, úgy állítottam be a készüléket, a GT2-t, hogy éppen hogy csak belekapott a kazán palástba a felső rész. Ráraktam a tankot, és elkezdtem szívni. És amikor az első gyanús hangot meghallottam, hogy talán most szörcsent, 2 hét alatt szerintem ennyinél nem volt több, szépen letekertem a tankot, és a
a meneten még egy negyed fordulatot, vagy egy fél fordulatot tekertem, az annyira pont eléggé lejjebb ment, hogy összeszerelés után újbóli próbálkozásra ezt már nem tapasztaltunk, tehát végtelenül egyszerű. És akkor nem menjünk el amellett sem, hogy a gyors fejszámolás mit hozott, ez körülbelül 21-22 alkatrészből áll, ógyűrű, drip, mindennel egybevéve. A Kaifunnál meg mindez, ez egy ilyen tudományos szintre emelve 41-2 alkatrész, ami nem feltétlen hátrány, de hiba keresésnél, vagy üzemben tartásnál mind-mind egy lehetséges hiba ok, és most nem menjünk abba bele, hogy most akkor minden ógyűrűt külön számolunk. Ez van, ott leszámolták annyi, én is fejben leszámoltam ezt, ennyi. Tehát mindenki eldöntheti, hogy s mint jó neki. Sok alkatrésszel, kevés alkatrésszel, nagyon nagy változással, vagy kisebb változással, de mindenféleképpen a minőség jegyében, mind a kettőnél természetesen félre ne értsetek. Tehát nálam a képzeletbeli dobogó első helyén a GT2 szerepel. És akkor annak, amit most mondok, nagyon örülök. Ugye Blacky is egy kicsit később kapta meg, mint én, de az a lényeg, hogy megkapta, és ő is elkészítette a saját reviewját. Megjelenik itt egy doboz a videóban, ha oda rákattintotok, akkor meg tudjátok az ő értékelését is nézni, hogy mik az észrevételei. A kettőből talán le tudtok szűrni egy értelmes tanulságot, vagy hogy kinek mi az elsődleges preferencia. Hát ha segít ez abban, hogy a felelős döntéseteket meghozzátok, egyik készülék sem olcsó, ez sem olcsó, de hát valamit valamiért, ezt mindig el kell, hogy mondjuk, hogy nem természetes, hogy valamit az ember megvesz 5000 forintért, és az működik, ez nem annyi, cserébe működik. Megnézzük, hogy még mindig működik-e az 5 perccel ezelőtti állapothoz képest. Működik bizony. Blacky videójában egyetlen orbitális nagy hibát fedeztem fel. Blacky, ez a külső palást bizony Boba Fett sisakjára hasonlít. Vader nagyúr, ezt neked tudni kéne. Itt van a kép. Nézd meg, ahogy éppen beszélgetsz vele háttérben Lendóval, vagy itt egy másik kép, amin csak a sisak látszik. Engem ez kísértetiesen emlékeztet erre a kazán kialakításra. Persze, ez már megint olyan, hogy érzésekről beszélünk, lehet, hogy valakinél teljesen más dolog ugrik be. Nekem ez volt az első, természetesen. Ez egy gyenge vicc volt, tehát ki mire emlékszik rá, nekem ez ugrott be elsőre, úgyhogy akármi másra, X-menre, vagy akárkinek a sisakjára is hasonlíthat nekem. Nekem ez volt, ami elsőre feltűnt. Az elmaradhatatlan pozitív-negatív értékelés következzék. Negatív. Amit észrevettem töltés közben, hogy ugye az előző generációs GT-nél, amikor szétszedjük, akkor megfogjuk ezt a felső recézet részt, és így tekerjük le. Tehát a recézet rész a lényeg most. Azt fogjuk. Ha ennél megfogjuk a recézet részt, és csak a recézet részt, akkor tulajdonképpen az egész készüléket és a modot elforgatjuk rajta. Úgyhogy én javaslom, hogy úgy tankoljátok meg a gépjárművet, hogy a recézet részt, a modot és mondjuk a fölötte alatta revő
báziselemet fogjátok, és úgy tekeritek le a kazánt. Másik negatívum. Keressünk még. Keressünk. Nem fogunk találni. Menjünk át a pozitívra. Pozitív, hogy nagyon könnyen állítható a levegő állítás, tehát hogyha épp nekem olyanom van, hogy most akkor én analógus érzésre vágyom, akkor áttekertem, és már olyan érzésem van. Visszamennék tüdőre, kész. Ugyanezt más készüléknél nem tudjuk ilyen egyszerűen megejteni. Pozitív, hogy a léellátása nagyon precízen a finom menetnek és menetemelkedésnek köszönhetően precízen állítható, illetve ha majd kijön a nagyobb kazánpalást, amiben nagyobb lesz az a vájat, akkor aztán meg orvérzésig lehet likviddel tuningolni a tekerésünket és a léellátásunkat javítani. Pozitív. Pozitív még, hogy egyszerű az üzemben tartása, tehát itt nagyon nincsen más mozgó alkatrész, csak ez a tekerőgyűrű, ami megnéztük, hogy borzasztó egyszerű, tehát egy ógyűrűvel van a helyére fogatva, nincsen benne kikopó menet, tökéletes. Nekem még jobban tetszik egyébként ez a palást, mint az előző egybepréselt palást, mert ha sokat használjuk és tekergetjük ki be, akkor lehetőségünk van arra, hogy elkopik egyszerűen ez a műanyag palást. Én azt csináltam a vége felé, mikor ezzel használtam, hogy megfordítottam egyszerűen, és akkor a kopást kiküszöböltem. Még egy apró negatívum közben eszembe jutott, nem tudtam még rájönni, hogy miért, de mikor ezt tankoltam fejjel lefelé, és rátekertem a tankot a báziselemre, nem egy-két csepp, hanem mint egy gyűrű körbe, egy ilyen kis likvid gyűrű megjelent itt az illesztésnél, és hát csak annyi volt, hogy egy zsebkendővel kétszer-háromszor körbe töröltem, és ennyi. Nem tudtam rájönni, hogy miért, hiszen ugyanúgy néz ki ennek a palást kialakítása, mint az előzőnek, fene tudja. Nézzünk még pozitívumot. Ugye azt nem tudom, mondtam az előbb, hogy a léellátása, igen, mondtam, az nagyon patentul állítható, a drépjei azok megfelelő átmérővel rendelkeznek már arra, hogy ne csak ezt az analógos érzést kövessük, hanem akár egyből tütőre is szívjuk. Lehet varázsolni a gőzzel, mindenfélét, szívecskét fújni, vagy amit akarunk. Ennyi lett volna, amit említettem. Nézzétek meg Pleki videóját is, és szeretnék ezzel a videóval mindenkinek kellemes kazánban, tankban, készülékben és egyéb kiegészítőben gazdag, békés karácsonyi ünnepeket kívánni. Remélem tudtam segíteni nektek a videóval. Sziasztok!